Újabb átfogó rakétatámadás érte hajnalban Ukrajnát, országszerte több tucatnyi sebesültek meg. Az ukrán hadsereg is támadta a szakadár területeket, Bakhmutban pedig újabb területeket foglaltak el az oroszok. Légvédelmi gépágyúk lövedékei világították meg az eget hétfő hajnalban az ukrán főváros fölött. 18 rakétát lőtt ki az orosz hadsereg Ukrajnára, 15-öt sikeresen semlegesítettek, 3 azonban célba ért. A legnagyobb károkat Dnipropetrovskban okozta a légicsapás. 22 ember, köztük 3 gyermek megsérült. Donyeck megyében 3 civil sebesült meg a légitámadásban. Végső búcsút vettek vasárnap attól a testvérpártól, akik a pénteki légicsapásban vesztették életüket Umán városában. A 12 éves lány és 17 éves bátyja aludt, amikor a rakéták becsapódtak otthonukban. A társasház 27 lakásában összesen 23-an haltak meg. A front túloldalán is rakéták pusztítottak. A szakadár donyecki hatóságok közlése szerint az ukrán hadsereg 24 óra alatt 49 alkalommal bombázta az orosz kézenfekvő területeket, a támadásban egy civil megsérült. 4 új városrészt foglaltak el az orosz fegyveresek Bakhmutban, közölte az orosz védelmi minisztérium szóvivője vasárnap. Igor Konashenkov szerint az orosz csapatok minden irányban jelentős csapásokat mértek a védekező karcállásokat. A hétvégén csak Donyeck megyében több százan vesztették életüket. Az ukrán védelmi erők 24. gépesített dandárjára mért rakétatámadások következtében több mint 200 ukrán katona halt meg, s körülbelül 280 főt evakuáltak különböző sérülésekkel. Luhanszk területén megsemmisítettük az 54. gépesített dandár tüzérségi lőszer raktárát, állította a szóvivő. Bár a nyugat győzelemként ünnepli a hidegháború végét, sokan vannak Oroszországban, akik kudarcként tekintenek a Szovjetunió felbomlására és revízióért kiáltanak, mondta Angela Merkel egy nyilvános panelbeszélgetésen a Lipcsei Könyvfesztiválon. A volt német kancellár arra is figyelmeztetett. A történelmi igazságtalanság érzése sokszor felütötte már fejét Európában, például Szerbiában és Oroszországban. Az ebből fakadó revizionizmus súlyos örökség, amit senkinek nem szabad lebecsülnie.